műsorszám támogatója a CCC. A jó ízű beszélgetésért köszönet a Flódnisnak. Sütemény, örökség, minőség. Szabina, mi volt keményebb, a sportolói lét, vagy ez az aktív televíziós lét, amit most élsz? Én most úgy érzem, hogy neked most egy televíziós karriered van, de te ugye a sportvilágából jössz, ráadásul nem is kis teljesítmény nyújtva a kézilabdában. Mind a kettőben van nehézség. Az életszakaszomban mind a kettőnek volt szépsége, nehézsége. Nyilván én sportolónak tartom magamat, meg azt gondolom, hogy én annak örülök, ha így is emlékeznek majd rám. Viszont így a férjemmel ketten azt gondolom, hogy egy nagyon erős házaspárt alkotunk, és ezért is kerültünk be utána a sportolói karrierünk után a tévébe, mert valami megfogta a tévéseket bennünk. Egyébként ez mennyire volt egyszerű családi döntés? A családi döntés volt, hogy te a Benni megszületése után, akkor még Gábor a férjed ugye aktívan sportot, aktív sportoló volt, abba hagytad. Én úgy gondoltam, hogy 25 és 30 éves korom között, ha meg lesz az ideális partner, szerencsére ugye megtaláltam a Gábor személyébe, akkor én szeretnék szülni egy gyermeket, és azt is tudtam, hogy én majd szeretnék visszamenni, mert az elődeim között azt láttam, hogy szülés után nem tudom, hogy mi szabadul fel bennünk, de iszonyatosan jó szezont produkálnak az anyukák, és viszont azt is tudtam, hogy én nem szeretném azt, és tiszteletbe tartom mindenkinek a döntését, de az én döntésem az volt, hogy én szeretném megélni a gyermekemmel ezeket a pillanatokat, tehát minimum egy évet szeretnék otthon lenni vele, és majd, hogyha úgy érzem, hogy hiányzik nekem, vagy látok ebben kihívást, akkor visszamegyek játszani. És igazából a Gábor unszolására történt az, hogy így nem akarsz, voltak ugye kérések, hogy ide-oda tudnék menni, és akkor mondja a Gábor, hogy miért nem mész vissza, sőt, most is mondtam múlt héten egyébként, így a Milla után, hogy miért nem megyek vissza, mondtam, hogy szó se lehet róla. De miért egyébként, amikor Gábor unszol, hogy menj vissza, nyugodtan megcsináld, akkor miért mondod, ilyen határozottan kizárt? Igen, ezt most azért mondom ennyire, mert amikor visszamentem a Benni után, hiába múlt el, mert több mint egy éves, hiába szerződtem le úgy, hogy hát azért reggel szeretném én vinni a gyereket, meg este szeretnék én menni érte. Jó, persze, úgy rakjuk az edzéseket, hát nem úgy sikerült. Meg aztán egy-két edzőtábor, akkor hétvégén ugye meccs, és nem tudtam elég időt vele lenni, és én úgy éreztem, nagyon örülök, hogy a Gáborral iszonyatosan jó a kapcsolatuk, de én úgy éreztem, hogy ott nekünk volt egy törés a Bence és az én kapcsolatomban, hogy nem voltam ott eleget, és hogy anyának én azt gondolom, hogy ez a kötelessége, hogy a gyerekei mellett legyen, és ne apa vegye át az anya szerepet, és akkor én legyek apa. És most már két gyereknél azt gondolom, hogy annyira kerek egész a családunk, annyira jó most a házasságunk is. Nem mondom, hogy a kézilabda miatt romlott volna meg, de egyébként is ott a Bence után ugye volt nekünk egy nagy szakadék, de erről már nagyon sokszor beszéltem. Tehát nem mondom, hogy amiatt, de annyira jól meg vagyunk, meg van a kis házunk, a két gyerek, tök jól felosztjuk, a nagy munkamegosztás van közöttünk, a gyerekeket is tök jól rendezzük, és nem érzem, hogy most nekem így az életemben erre szükségem lenne. Nem mellesleg azért a meccsek után eléggé tud fájni a teste az embernek, szóval az se nagyon hiányzik, hogy olyan ütött kapott legyél, és akkor másnap, amikor a gyerekekkel rohangálnak, úgy mész, mint egy öreg anyu. Nálatok a munkamegosztás, mondtad, hogy most ez egy nagyon szépen alakult, és tök sokat levesz a válladról, ezt hogyan értsük? Mindenben, tehát hogy amikor a Milla megszületett, akkor nekem pont az előbb beszélgettünk, hogy nem kellett két gyerekkel az óvodába baktatnom, hanem tényleg én tudtam a Millával foglalkozni, és ő megoldotta a Bennit addig azért az elején, mire összeszedi az ember magát. Ez egy nagy segítség volt, de akár otthon a háztartásban is, ha föl kell porszívózni, akkor felporszívózik, ha ki kell szaradni a szállítógépből, behozni a ruhát, akkor behozza. Tehát, de nem is kell mondani, hanem úgy mindenki megcsinálja a háztartásban azt, ami, vagy akár elmegy bevásárolni is. Na, mondjuk ezen néha ki van borulva, hogy melyik férfi megy még el bevásárolni, mondom, akkor nem menj, hogy nem akarsz, de elmegy, mert megcsinálja. De ilyen felosztjuk a dolgokat. Hogy érted, ember, azért nem ilyen volt. Nem, neki nem szabad parancsolni. Tehát, hogyha amint te valamit akarsz, kijelentesz, hogy Kucsara Gábor, te most megiszod ezt a pohár vizet, na hát akkor ott tiltakozás megy, önállat csak így rávezetni, nagyon megköszönni, ha valamit megcsinált, és ő magától
szerencsére azért jó nevelést is kapott szerintem a szüleitől, és így valahogy így magától is. Meg volt egy képe a gyereknevelésről, a családról, ő nagyon-nagyon-nagyon családszerető, meg amúgy a világ legjobb apukája is. És nagyon szeret minket, és bármit megtenne értünk. És szerintem ezért is van ez így, hogy segít nekem, amikor látja, hogy mondjuk nehezebb, vagy több a dolgom, vagy hát ez egy kisbaba mellett nem mindig egyszerű, ezt tudjuk. Mi az, amit otthonról hoztatok családi minta, így külön-külön? Az, hogy a család az első, az mind a két, mert az én szüleim elváltak, de még mindig annyira szoros a kapcsolatunk, hogy akár karácsonykor is még össze tudjuk hozni a család, idő volt, hogy össze tudtuk hozni az én szüleimet is, de hogy bármi van, ha a családunk van egy szűk kör, bármi van, akkor ott mindent meg tudunk beszélni, megpróbálunk megoldani, segíteni a másiknak, és ez egy olyan kapocs, vagy például, de ugye mi a szűk családban is a Gáborra, most nemrég voltunk Párizsban, és pont mondta, hogy minket mindig épít az, hogy ha valamilyen kis kihívásokat együtt megoldunk, mert azért két gyerekkel repülni, meg város nézni, azért abban ugye van kihívás, főleg mikor egyszerre kettő kezd el hisztizni, és az ilyen apróságok így nagyon megerősítik a mi kapcsolatunkat. A gyerekekben mennyire látod azt, hogy lehet, hogy ezt az irányt fogják majd vinni? Fú, ez nagyon jó kérdés. A Benni mikor született, sőt, már előtte is mondtuk, hogy hát nem, a Bence nem lesz élsportoló, mi nem is szeretnénk, hogy élsportoló legyen, ezt még mindig így gondoljuk. Viszont a sport szeretetére mindenféleképp szeretnénk nevelni a gyerekeinket, és én ezt az egész országban így igeként hirdetem, hogy tényleg mindenki a sport szeretetére tanítsa meg a gyermekeit, mert attól nincs jobb, hogy most az úszással, meg a judóval kezdtünk, mert szerintem ez a két alapsportág. De minden gyerek meg tudja találni valamelyik sportban azt a kis szeretetet, amiért lemegy. Arany középutat próbálok megtalálni, azt nem engedem, hogy ne legyen semmilyen sport, de úgy próbálok én lavírozni. A Gabi egy kicsit szigorúbb ebben, hogy igenis kell csinálni. Holott közben meg a másik oldala mondja, hogy nem akarjuk erőltetni. Tehát az élsportot tényleg nem akarjuk, csak azt, hogy sportoljon, mozogjon, ne egy ilyen betonnyúlt gyerek legyen. Úgy mi a bajotok az élsporttal? Nem tudom. Nagyon sok lemondás, nagyon, attól függ, hogy melyik fajta sportág. Azért az én sportágam azt gondolom, hogy kifizetődő volt, igen. Viszont a Gáboré nagyon nem az. Tehát ott például a kajakban, hogyha nincs eredményed, akkor lehet, hogy előző évben még világbajnok voltál, következőben nem hozol eredményt, mint 0 forintot keresel, és éjjel-nappal gürtölsz, de van, hogy akkor itt valahonnan el kell menned akkor dolgozni még mellette, stb. Tehát, hogy nem persze, nem az anyagi részét kell ennek megfogni, de hát mégis él valamiből az ember, kívül hagyni, persze. Vagy a családja, meg nagyon sok buktatója van azért szerintem az élsportnak, és nagyon sok lemondás. Én nem bánom, hogy élsportoló voltam, de nem feltétlen akarom ezt az utat. Ha tehetséges lesz a gyerek, most Millára mondja mindenki, hogy olyan szépen dob, kézilabdázó lesz, akkor ha tehetséges, hogy rám jutott, akkor legyen kézilabdázó, de mi meg szeretném mutatni az utakat, hogy inkább alternatívát merre is lehet. Neki. Igen, aztán meglátjuk, szóval nem tudjuk mi. Cselesen a vágóképek közepette kezdted elmondani, hogy lehet, hogy hárman lesztek, mondom, mindenki vissza a helyére. Szóval, nyilván, tehát, nem hogy ízléses, hát tehát, hogy igen, tudom, meg nyilván nem mondtad volna, ha nem kérdezhetek rá, de hogy áll most ez a projekt? Még sehogy nem áll ez a projekt, csak ugye megláttad a tetoválást a kezemen, hogy ez egy igen. B betű, hogy Bence, és akkor kérdezted, hogy akkor lesz igen. Majd M is, hogy Milla, és erre mondtam, hogy hát majd lehet, hogy megvárjuk a harmadikat, és akkor utána kitalálok valamit a három gyerekre. Mert hogy szeretnénk majd, most azért még rendeződjönek itt a dolgok a testembe belül. És ráérzésre minden a helyén van már egyébként. Jó, de ez azért ott belül majd a doki megmondja, hogy mikor, és szeretnénk még. Én ugye most 34 vagyok, és én azt gondolom, hogy még bőven belefér nekünk. Olyan durva vagy, mert ugye pont, tehát hogy te egy olyan gyereket kaptál, aki a nem alvó gyerek, tehát erről is beszélgettünk, hogy a Milla ugye 15 hónapja nem aludtam végig még. Hát de nem is 15, mert ugye a szülés előtt azért azt tudjuk, hogy az se... Főleg, ha már van egy nagy gyereket. Igen. Nagy a hasad, akkor se tudsz aludni, szóval egy jó másfél éve nem aludtam igazából, még egy éjszakát se végig, igen. Annyira szeretjük a gyerekeket a Gáborral, és annyira jól működik ez a, amit mondtam az előbb is, a munkamegosztás, a gyereknevelés is, hogy bőven elfér még nálunk egy. Miért sírtál legutoljára?
Hú, azért sírtam, mert erre lekiabáltam a Bencét, mert éppen valamit csináltam Illával, és akkor utána sírva fogadtam, hogy ezt nem kellett volna. Mi a legnagyobb félreértés veled kapcsolatban? Az, hogy rikácsoló vagyok, nem mindig vagyok. Nem, egyébként igen, az, hogy én azért sokkal nyugodtabb ember vagyok, mint sokszor a tévében látják. És végezetül van-e kedvenc mottód, idézeted, dalszöveged, versrészleted? Most nem jut eszembe egy sem. Mert ez egy tök szivatos kérdés, mert hogy én sem tudom a sajátomat megmondani. Jó. De jó fej vagyok, hogy mindenkitől megkérdezem. Nekem is föl van írva, hogyha valaki megkérdezi, el tudja mondani a nódba, de egyébként fogalmam sincs róla. De köszönöm szépen, hogy itt voltál.